Oké, sziasztok! Kicsit szar a hangom, meg voltam fázva 2 hétig. Az a helyzet, hogy régen jelentkeztem egyébként, de szeretnék beszélni egy dologról, ami így szöget ütött a fejembe, ugyanis ma reggel találtam egy új podcastet, képzeljétek el, már is mondom a nevét. Hátizsák és Bakancs Podcast. Ez egy új természetjárós podcast egyébként. Belehallgattam. Tök jó, hogy csinálják meg ilyesmi. Csak így szeretnék arról beszélni, hogy Magyarországon úgy miért nincsen mainstream természetjárós tartalomgyártás gyakorlatilag. Ugye, ahol most tudok, ugye ez a mi kis stúdiónk, ahol a saját podcastünket csináljuk, ez ugye nem természetjárós podcast már, de ugye mi is így kezdtük. Annó még 2 éve, tehát mi is bejártuk azt az utat, amit most ők valószínűleg elkezdenek, de nagyon sok sikert szeretnék kívánni egyébként a podcastetekhez, és tök jó, hogy csináljátok. Mi ugye ott buktunk el így a természetjárás kategóriában, hogy hát ugye ez egy tematikus podcast lett volna, hogyha természetjárásról beszélünk, és egyszerűen kifogytunk a témából. Márpedig egy podcastnél azért nem árt, hogyha van téma és van miről beszélni. Pedig ugye akkor jártunk elég sűrűn amúgy túrázni, havonta egyszer biztos, de volt sűrűbben. Jó, persze nem egyszerű egy csatornát a nulláról felépíteni, amikor nem ismer senki, de az a furcsa nekem, hogy se ilyen podcast fronton, se YouTube fronton nincs nagyon Magyarországon olyan tartalomgyártó, aki nagy közönséget tud elérni. Tehát nincs gyakorlatilag mainstream természetjárós tartalomgyártás Magyarországon, ami nekem nagy szívfájdalom egyébként. És ugye én is ezt szerettem volna elérni, mondjuk nem rakom még múlt időben. Ugye a saját csatornámmal itt, meg ezzel a podcasttel, ami már teljesen más. És hát mi kell ahhoz, hogy az ember sikeres legyen YouTube-on? Mondjuk ez egy elég teoretikus kérdés, mert ugye többnyire szerencse. De konzisztensen kell tartalmat gyártani, méghozzá jó tartalmat gyártani. Jó tartalom az persze relatív dolog, de nem árt, ha az embernek van egy jó beszélőkéje hozzá, és valamennyire ért a kamerához is. Tehát, hogy ezt összehozni a természetjárással, hogy folyamatosan jó minőségű tartalmat gyártani kitartóan, ez... Nagyon nehéz úgy, hogy az emberek nem ez a munkája. És már pedig a legtöbben nem úgy kezdik a YouTube-edet, hogy ez a munkájuk. És ugye ez még úgy néz ki, hogy Magyarországon eddig senkinek nem jött össze. Pedig szerintem sokan tudják a receptet hozzá, csak egyszerűen valahogy ez egy olyan rés még, amit nem sikerült így betölteni a magyar YouTube-on. Előbb-utóbb valaki befogja. Valaki biztos, hogy befogja. Lehet, hogy nem én leszek az. Ha itt adunk, akkor biztos, hogy nem. De valaki előbb-utóbb befogja, és én nagyon várom már, úgyhogy ha véletlenül te vagy az az ember, aki úgy érzi, hogy nagyon-nagyon megy neki ez a természetjárós dolog, és szeretne foglalkozni ezzel, akkor csináld, és kitartóan csináld, de nagyon-nagyon kitartóan csináld. Csak ugye ehhez nagyon sok elkötelezettség, idő, és nagyon sok pénz kell, ami hát legtöbbünknek így nincs meg valamelyik ebből a triumvirátusból, úgyhogy ja, ez van, nem egyszerű a YouTube-os tartalomgyártás. És ugye hát vannak videósok persze itthon is, a legtöbb feliratkozós az szerintem Miki, de mindjárt megnézem, erdőn legyen veled Miki, ugye? De az a helyzet, hogy ő se ér el nagyon széles, ezt rosszul fogalmaztam. Tehát, hogy ő sok embert elér, de nem mainstream az, amit csinál. Hiába van 170 ezer feliratkozója. Nagyon sajnálok egyébként, mert Miki egyébként nagyon király tartalmakat készít, tök profi meg minden, de egyébként ha tudtok valakit, aki ilyen nagyobb rétegekhez elér és természetjárásra foglalkozik, akkor írjátok meg egyébként, hát csak én vagyok eltévedve és én nem ismerem. De nem, valahogy ez nem akar betörni. Jó, úgyhogy nem tudom, én ugye nagyon-nagyon próbálkoztam ezzel az egésszel, és nem szeretném én feladni a természetjárós videók készítését, csak most úgy gondolom, hogy nekem kicsit mást kell csinálnom, amivel talán több embert elérek, és nekem hát nem titkolt hosszú távú célom, hogy előbb-utóbb ezen a csatornán is jobban beindítsuk majd a tartalomgyártást, csak egyszerűen nincs idő és lehetőség arra, hogy az ember állandóan kint legyen és túrázzon, mert annyi minden mást kell csinálni, és persze nagyon szeretek én is túrázni, viszont ugye az idei évből eléggé kimaradt. Szóval nem fogom feladni a természetjárást, csak most sajnos meg kell barátkozni azzal, sajnos nem sajnos, hogy ezen a csatornán ritkábban lesznek tartalmak, de hosszú távú céljaim között nagyon-nagyon ott van, hogy ezen a csatornán, hogy ez a csatorna egyszer, talán ez legyen az a csatorna, ami egy kicsit nagyobb közönséget elérő természetjárós dolog. És ez most kicsit lehet nagyképpen fog hangzani, de nekem ez a célom. És szerintem, hogyha az ember nem tűz ki célokat maga elé, akkor
akkor felesleges bármit is csinálni. Úgyhogy bocsi, ez most nagyon kijött belőlem. Csak így eszembe jutott így reggel 7:30-kor, és mondom, ezt most el kell mondanom kamerába. Köszi annak, aki még mindig itt van, kitartást. Tudom, hogy kicsit más, de ha akartok, ha szeretnétek hallani, beszélni, azért vagytok itt, nem tudom, akkor gyertek át a Puszta Podcastre, mert itt vagyunk folyamatosan, élőben is streamelünk Twitchen, hetente kétszer, plusz ugye heti négy adás van most, igen, heti négy adás. Tudom, hogy ez más, de most ez van. Ez a helyzet, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb láthattok majd itt sűrűbben tartalmakat a természetjárós csatornán, úgyhogy köszi, hogy itt vagytok.